Na, szevasztok emberek, most kapcsoltak el azok, ahogy szevasztok mindenki, most kapcsoltak el azok, akik azt hitték, hogy ezt az egész videót majd én poénra fogom venni, holott nem. Tehát koronavírus a szomszédban, ez a videó címe, lássuk, hogy miről is van szó, gondolom mindenki tisztában van a tényekkel. Jelenleg 7 fajta koronavírus tudunk megkülönböztetni, ez ami jelenleg pusztít, ez a Kínában lévő Hubei tartományban, Wuhan városában jelent meg legelőször. Több városa is átterjedt ez a vírus, jelenleg Ázsiában is néha-néha felfedezhetőek megbetegedések, Tájföld, Japán, akár a Fülöp-szigetek és a többi ázsiai országban is sajnos megtalálható a vírus, halálos áldozata jelenleg csak Kínában van. A koronavírus elsősorban légúti megbetegedéseket okoz, és akiket megtámad, legyengült emberek, gyenge immunrendszerre rendelkezők, idősek, gyerekek. A jelenlegi tünetek: láz, gyengeség, fáradékonyság, légszomj, száraz köhögés például, és légzési nehézségek. A vírus lappangási ideje 1-től 14 napig lehetséges. Akik jelenleg életüket vesztették ennek következtében, általában krónikus betegségben szenvedők, szívgyengeségben szenvedők, idősebbek. Jelenleg gyógyszer, vagy hatóanyag, vakcina nincsen. Dolgoznak a fejlesztésén, dolgoznak rajta a kutatók. Hogy tudod ezt az egészet kezelni? Hogy tudod megóvni magadat? Én nem nagyon szeretem a pánikot, szóval erről nagyon sok videó nem lesz, nem fog sírni, nem fog drámázni. Hogy tudod elkerülni ezt az egészet? 1. Ne pánikolj. 2. Mindig mosd kezet. Akár egy naponta többször is. 3. Amit itt Japánban szoktak még pluszba javasolni. Gargalizálás, szájmosás. 4. Az elején látott arcmaszk. Jót tesz. Természetesen, ha kölyöksz, ha tüsszentesz, nekünk magyaroknak ezt nem kell mondani, kezünket a szánk elé, de hogyha van arcmaszkunk, akkor ez egy kicsit segíthet abban, hogyha esetleg lappang is bennünk, ezt nem fogjuk továbbadni. Hogyha esetleg nincsen otthon szappan például, vagy olyan helyen tartózkodsz, akkor vegyél is alkoholsprét, és azzal akár naponta, random, bármikor, ha úgy érzed, mossál kezed, vagy fertőtlenítsd le, hiszen állítólag a vírus tárgyakon is 1-től 5 napig folyamatosan lappanghat. Illetve lehetőség szerint ne utazzunk Kínába. Japánban jelenleg hol a legnagyobb a pánik, ha lehet így fogalmazni? A kínai turisták által leginkább frekventált területeken: Osaka, Kyoto, Tokió, ahol a legtöbbet tudnak shoppingolni. Úgy talán arról már live-okban volt szó, hogy a kínaiak imádnak shoppingolni jönni Japánba, egyrészt gazdasági megfontolásból rengeteg hitelt vesznek föl, vagy cégek, vagy egyéb társaságok kérésére nulla, tehát kb. Úgy mondom, hogy nulla tartalmat tartalmazó bőröndökkel jönnek Japánba, vagy megrakodva térnek vissza, vagy esetleg már előre kibérelnek konténereket, és ezért rengeteg kínai vásárló turista érkezik az országban, ha lehet így fogalmazni. Szóval jelenleg a japánok, amit tesznek, az előbb elmondott dolgok: folyamatos kézmosás, vagy fertőtlenítés, arcmaszk, de ugye ezt tudjuk, illetve megpróbálnak nem Kínába menni, és elkerülni azokat a területeket, ahol sok lehet a kínai turista. Természetesen ez kicsit furán hangzik, hogy akkor most minden kínai turistára leprásan nézünk, hogy nem mi vagyunk leprásak, hanem mintha ők lennének azok. Ez szerintem hülyeség, erről ők se tehetnek, ők is megpróbálják megoldani ezt a szituációt, és szerintem nem rajtuk kell elporolni ezt az egészet. Állítólag ez a koronavírus az elsősorban állatról terjed emberre. Amiket én olvastam a neten, lehetséges, hogy denevérről terjedt, de erre nincs bizonyíték. Mondom, ne pánikolj. Senki se pánikoljon, tény és való, hogy jobb félni, mint megijedni. Legyünk elővigyázatosak, étkezzünk egészségesen, fürödjünk, mossunk kezet, tisztálkodjunk rendesen. És amit még én tudok ajánlani, hogyha valaki megteheti, akkor vegyen vitamin kiegészítőket. Nem azt mondom, hogy tömje magát hülyére vitaminokkal, de én azt mondom, hogy érdemes C-vitamint, multivitamint venni erre az időszakra, naponta egy-egy szemet, akár C-vitaminból 1000 mg-ot bevinni a szervezetbe. Hogyha a szervezetük nem képes feldolgozni, akkor természetesen a C-vitaminnek a nagy része az erősen sárga vizeletként fog távozni a szervezetünkből. Személyes érintés a dolognak. Itt mi felénk, itt vidéken nem igazán van pánik hangulat. De például beszéltem sok
magyarral, cseteltem sok olyan magyarral, aki nagyvárosokból, aki például Andorral vagy Uszagi barátommal. Ott például igen, tehát állnak, tehát mennek a japánok a boltokba, a drogériákba, és vásárolják fel a maszkokat. Viszont az nagyon-nagyon érdekes, hogy állítólag én ezt személyesen nem tapasztaltam, hogy hát ez valahol csúnya dolog, de minthogyha vinnék föl a maszkoknak az árait. Szerintem ez nem szép. Akárhogy is nézzük ezt a pánik hangulatot így kihasználni. Na mindegy, ennyi lett volna ez a kis videó, abszolút nem volt izgalmas. Szerintem tanulságos se volt. Én nem pánikolok. Félni nem nagyon félek, mert az egész életemet valahogy én úgy éltem le, hogy lehet rettegni, lehet félni. Folyamatosan, de nem tudok ellene mit csinálni. Jelenleg nincs vakcina, lehetséges, hogy éppen elsétál mellettem egy ember, olyan szintű dózisú vírus van benne, hogy rám köhent, és elkapom. Nem tudok ellene mit tenni. Most csak azért ne menjünk ki az utcára, vagy ne menjünk be dolgozni, mert vannak autóbalesetek, mert lezuhant egy repülő és a fejünkre esett. Szerintem ez így ebben a formában hülyeség. Legyünk elővigyázatosak, készüljünk föl, de a legfontosabb, hogy ne pánikoljunk, ne drámázzuk, és ne sírjunk, hanem figyeljünk oda saját magunkra és a környezetünkre. Én a havasi ember voltam. Szevasztok. Ciao. És még egyszer mondom, velem egyelőre, és itt a környezetemben és a környékünkön, hál' Istennek, egyelőre semmi probléma nincsen. Remélem, hogy veletek se lesz. Vigyázzatok magatokra, legyetek elővigyázatosak. Szervusztok.